Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szent Gellért fórumból, ahol rövidesen elkezdődik a sereghajtó és még nyeretlen Szeged és a 12. Siófok összecsapása itt a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában. A vendégek jobb szájízzel váratják a találkozót, hiszen a hétközi fordulóban 2-1-re legyőzték a Gyirmótot, míg ezzel szemben Dobos Barna együttese az elmúlt 3 találkozóján egyaránt vereséget szenvedett, ráadásul rugott gól nélkül. Ismerkedjünk meg a mai főszereplőkkel, a csapatok összeállításával. A Siófok kapujában 71-es számmal Hut Wagner Gergely áll, őt Dajcs, Horvát, Kecskés, Elek, Horvát, Polényi, Jagodics, Kis, Balog és Tajti követi a kezdő 11-ben. Dobos Barna 2 helyen változtatott a Debrecen elleni kezdőjén, felépült sérüléséből Kóródi Nándor, és rajta kívül még Takács Tamás is bekerült a kezdőbe, így tehát a Varga, Ódor, Szilvási, Germán, Móga, Takács, Olá, Moll, Varga Szabolcs, Kóródi, Jovanovics összeállításban kezdenek a hazaiak. A lelátóra nézve bizony megállapítható, hogy az elmúlt hetek sikertelensége azért nyomot hagyott a nézőszámon, ugyanakkor híresség is megtekinti a mai mérkőzést itt a helyszínen, ugyanis Bánhidi Bence, a Molpik Szeged beállósa, reméljük, hogy szemtanúja lesz az első szegedi győzelemnek ebben az idényben. A mérkőzés játékvezetője Hanyec Bence lesz, az ő munkáját Horváth Róbert, Belica Bence Péter és Szűcs Gergely segíti a mai napon. Figyeljük tehát Moll szögletét az első percben. Jól csavarodik középre, Hut Wagner kiejti, kezezést reklamálnak a szegediek, Elek volt az, aki kiollózta a labdát, vélhetően az ő karját érintette a játékszer. Szabadrúgás is, előre kocog Moga, valamint Szilvási is a védelemből, de ott van Takács, Germán és Kóródi is gólra éhesen a 16-os előterében. 8. perc, Varga Szabolcs. Veszélyesen kanyarodik, Takács meg tudja csúsztatni, és Hut Wagner pedig könnyedén megfogja a labdát. Polényi. Kecskés, visszakapja Polényi. Jön a beadás, Moll lukat rúg, Elek lőhet, Horváth Péter próbálkozott végül, meglehetősen gyatrán. Jovanovics. Egyenlőre sokkal többet van a labda a szegedieknél. Varga. Kicsit csínbe kapta, de meg tudta szelidíteni. Most jön a beadás. Nem rossz az, Dajcs. Kis Ján öngólt rúgott, és ez sem volt kéz a játékvezető szerint. Kóródi szentül megvan róla győződve, hogy megint csak szabálytalan volt a siófoki játékos. Olá. Takács, Germán. Na hát, ha lesz még egy akció, így az első félidő végén. Nem tudott átforgatni a bal oldalra Olá, de marad a labda a Szegednél. Ódor, ez jó meglátás. Germán ellövi jobbal és blokkolja a Horváth Milán. Tajti. Olá. Nem tudta megszerezni, becsúszva sem a labdát, és most Elek fordulhat. Tajti kapja a labdát a bal oldalon. Molnak kell észnél lennie, de eladja, és megszerzi a vezetést a Siófok. Ez egészen elképesztő. 56. perc. Ha jól láttam, Kis Balázs volt az, aki bevágta a labdát. Egy baloldali akció. A csapatkapitány jól ugratta ki Tajtit, és jobb külsővel elég elegánsan tette középre a labdát az egykori újpesti, és Moll pedig nem tudott felszabadítani gyakorlatilag. Kis Balázs pedig a léc alá vágta közvetlen közelről a labdát. 63. percbe léptünk. Jovanovics. Germán fejjel gól! Kiegyenlít a csapatkapitány. Hut Wagner elszámította a labda ívét. Germán pedig köszönte szépen és befejelte az üres kapuba a labdát. Hamar jön tehát a válasz a siófoki vezetőgólra. 1-1. Germán lelkének nagyon jót tehet ez a gól, hiszen emlékezhetünk, hogy a Békés Csaba ellen kapufát lőtt, a Szentlőrinc ellen nagy helyzetben hibázott, és szerdán a Loki otthonában is volt egy nagy lehetősége, amit elpuskázott. Most pedig látszik rajta, hogy mekkora teher esett le a válláról ezzel a góllal. 72. perc, Dereka, Gál Bálint. Élesen a kapu elé, meg tudják csúsztatni, és centiméterekkel ment csak el a labda a kapufa mellett. Ha jól láttam, Jagodics volt az, aki belestukkolt a labdába.
Moga ott az óriási üres terület középen, de senki nem lép vissza a középpályáról, így Moga vezeti szabadon a labdát. Most kapja meg Germán, majd Olá jobb oldalon. Hárman kérik a beadást középen, Grumics felé száll a labda, mellel lekészíti Kóródinak. Kóródi, Varga gólhelyzet, Varga, és kivédi Huth Wagner. Addig-addig várt Varga Szabolcs ezzel a lövéssel, amíg olyan közel ért hozzá a siófoki kapus, hogy ki tudta védeni ezt az ittszert. Varga. Germán. Ügyes észrevétel. Jó lehetőség Varga, és ez már bent van. Egy perccel azután, hogy Varga Szabolcs kihagyta az ittszerét, megszerzi a gólt, a hőnáhított gólt, és először a bajnokság során előnyben a Szeged család Gosics Akadémia. Úgyhogy negyed óra van már csak hátra a mérkőzésből. Germán Tamást kell dicsérni, aki a gólja után egy zseniális gólpasszt adott. Tanárján löbbölte be ezt a labdát a védelem mögé, Varga pedig higgadt volt, fellőtte a létszalá labdát. Szegedi szurkoló tábor pedig egy gólért fohászkodik. Hát az alig, ha nem eldöntené a meccset itt a 84. percben. Jovanovic a rövid sarok felé, Kóródi gólhelyzet, Kóródi! Egy ütemben hamarabb próbálja. De hát innen fentről könnyen okoskodik az ember. Germán, Grumics teljesen üresen kéri a hosszú oldalon. Jagodics nem tudja elfejelni előre. Grumics viszont nem talál kaput. Moga. Germán irányába. Deutsch kifejeli középre, Grumicshoz ott egy lövés, el lehetett volna dönteni ezt a meccset. És ebben a pillanatban véget ér a találkozó, a hetedik fordulóban megszületett a Szeged Csanád Gosics Akadémia első győzelme, ráadásul hátrányból tudtak fordítani a tiszapartiak. Kis Balázs góljával szerzett vezetést a Siófok, de nem sokkal később Germán Tamás egyenlített, majd pedig Varga Szabolcs megfordította a mérkőzés állását. Ez azt jelenti, hogy 7 fordulót követően 5 ponttal áll Dobos Barna együttese, a válogatott szünetet követően pedig majd a Szolnokkal játszik tiszaparti rangadót a kék-fekete gárda. Én még egyszer a végeredménnyel búcsúzom és megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeged, Siófok 2-1.